Sziasztok, Zelán vagyok, köszönthetek a csatornára. Mai videóban megnézzük, hogy ebben az évben milyen albumok jelentek meg, hogy mi hogy állunk vele. Tehát ez egy ilyen mixbe albumomutató lesz. De van itt előttünk három darab album, ugye egy sima 22-es, egy Update Edition és egy ugye az új Top Class. És nem is kutatom a szót, kezdjük is az albumomutatót. Kezdjük a sima 22-vel, a többit félretesszük. Itt az összes Top Master megvan. Szóval ez így már jól néz ki, nem? Aztán következnek a csapatok. Boca Junior, Palmeri, ezt is betelt. Aztán Chelsea, a Liverpoolba egy logóm hiányzik. Aztán Manchester City, Manchester United is betelt. Atlético de Madrid, Barca is. A Real Madrid is, meg az Olympique Lyons is. Aztán Paris Saint-Germain és a Bayern München is betelt. Majd következik a Borussia Dortmund és az Olympiakos. Szintén be van telve, mindkettő csapat. Itt vannak a magyarok, a Módfehérvár, ez is betelt. Aztán az Inter Milano is. Következik Juventus és az AC Milan. Ajax és a Shakhtar Donetsk. Most jönnek a csillogósok, amikben nagyon sok hiányzó van. A fanszéből ittek. Itt már egyből kettő darab hiányzó van. Itt meg négy, öt. Tényleg itt ebben nagyon sok hiányzó van. Ezeket nem tudom már levadászni. Tehát mint látjátok, tényleg sok hiányzó van. Zalu nem lesz 100%-os. Mint látjátok. Itt vannak a goldok. A game changerök. Itt vannak az országok, ebben az egész megvan, azt hiszem, mint látjátok. Megvannak az angolok, a franciák is. Nem sikerült őket kigyűjteni, srácok, mert az olaszokból hiányzik kettő. El is elejtettem. Itt vannak a limitedek jönnek. Itt vannak a coinok. Azokat még külön videóban bemutatom. Ha majd érdekel, akkor nyomj egy lájkot. És megnézzük. És akkor most jön az Addition, ez se lett fullos. Érdekes, hogy ez páratlan évben szokott megjelenni, de most megjelent. A 22-es évben is. Nézzük, hogy állunk vele. A Topmasterek itt is megvannak, mint látjátok. Messi is, Pedri is, meg Varane is. Ugye Neuer. Viszont a csapatok hiányosak, mint látjátok. A Boca Juniorban már egyben van egy hiányzó. Itt látjátok, a többi be van telve, azt hiszem. Itt van a Barca, Atlético de Madrid, Real, Olympique Lyons. Itt van Messi, már a PSG-be. A Bayern München, Borussia Dortmund, Olympiakos. Itt vannak a magyarok, ezek is beteltek. Vidal, vagy Inter Milano. Juventus, AC Milan. Ajax és Shakhtar Donetsk. Itt jönnek a csillogósok, vagy a fanszévelitek, ugye a kettőnek. Ezek is hiányosak. Mint látjátok, egyből van egy hiányzó. Ronaldo nekünk srácok annyiszor jött a csatákba. Hatszor. Mint látjátok, itt nincs hiányzó. Itt van egy a Shakhtar Donetsknél. Jönnek a póverek, ebből itt nagyon sok hiányzó van. Mint látjátok. És jön a Winterstar, amiből kettő darab hiányzó van, azt hiszem. Igen, kettő darab hiányzó van. Mindenek ebben nincsenek, már rátettem a simába. Én a top lesz, amit most is gyűjtünk. Vagyis folyamatban van. Ebben vannak fel, azok a legnagyobb csaták mostanában, mert Mr. nyitja az Invincible-öket. Mint látjátok, itt egy Invincible. Hiányzó lényünk van még, kettő, azt mondom, az egyik egy Haaland, a másikat nem tudom. Nézzük tovább. Ugye ezek már külön vannak, hogy kapusok, védők, középpályások, meg csatár. Szóval egyszer át kellett rendezni, mert rosszul rendeztem. De most már tényleg jól van berendezve, mint látjátok. Itt az első fullos oldalam.
ami betelt mind a kettő oldal. Ugye ez se fullos még. Lesznek még csaták, mint mondtam. És remélem sikerül ezt az albumot kigyűjteni. Nagyon barú lett, és nagyon sok hiányzó is van. Ez már kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e kigyűjteni. Hát se azok nem egyszerű, hogy albumot gyűjteni, igaz? Hát teljesen kigyűjteni. Itt vannak a csapatok, amiket rosszul raktam, mert a szalagok nem voltak egybe, de most egybe vannak. És itt egyből kettő hiányzó van a Chelsea-be. Liverpool az betelt. A Manchester City-ből egy szalag hiányzik, az utolsó három. Betelt a United is. Az Atlético de Madrid-ból négy darab hiányzó van, ahogy a Barca-ból is. A Real Madrid az betelt, a Los Clive az nem, hiányzik kettő darab játékos. A Paris Saint-Germain-ből az első szalag, és a Bayern München-ből a három játékos. Aztán jön a Borussia Dortmund, ez is hiányos, ahogy az Inter Milano is. Juventus és az Ajax is hiányos, mint látjátok. Szóval van belőle bőven hiányzó, most jönnek a line-up-ok, ebből is nagyon sok hiányzó van, de inkább meg se számolom, nagyon sok van. Itt van Ronaldo, Messi, Lewandowski, Mbappé is, tehát a jókat sikerült kigyűjteni, és jönnek a hírók, ez a rookie-k, ebből négy darab hiányzó van, ahogy a legendekből is. Itt is vannak csillogósok, amik nagyon jól néznek ki. Limzereket is már a következő videóban fogom bemutatni. Ezek a limzerek a legdurvábbak szerintem. Ha ezek lettek volna a Topmaster, akkor még jobban nézett volna ki a Topmaster. Mert ezért most annyira nem lett erős a rér, hogy látjátok, nekem nem annyira jön be. Jól néznek ki, de azért mégsem az igazi. Nektek mi a véleményetek róla, írjátok meg kommentbe. Ennyi csak volna már. Ez a mixes album bemutató, remélem tetszett nektek, és ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozz fel egy csatornán tetted volna. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, sziasztok! Közben tettem, én a felső négyet tettem meg, úgyhogy nem hiszem, hogy ebben már ér lesz. Invincible! Mr. legdurvább csatája, nem nézem meg. Azt mondja Invincible.